A falvak modernizálását célzó alprogram keretében Csík térségében Csíkszentgyörgy további 800 ezer lejt kapott szennyvízcsatorna hálózat és derítőállomás építésére, Balánbánya 80 ezer lejt az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózata bővítésére. Hasonló célra Tusnádfürdő 500 ezer lejt, Csíkszentlélek az úthálózata korszerűsítésére 400 ezer lejt, Kászonaltíz a Kászonfeltízi elemi iskola építésére 245 ezer lejt, Madifalva napközi otthona felújítására 400 ezer lejt, Csíkszentdomokos a községi utak felújítására 300 ezer lejt, Csíkszentkirály a szennyvízcsatorna hálózat bővítésére pedig szintén 300 ezer lejt fordíthat. A támogatásokra a szerződéseket néhány önkormányzattal október 27-én írták alá a Csíkszeredai megyeházán. 21 településünk részesült újabb kormányzati támogatásban, az attól a kormánytól, amelynek tagja is része az RMDS. Itt azt kell látni, hogy azóta jönnek a pénzek, amióta kormányzatnak része az RMDS, és ezért ugye ez az évnek a közel a felétől történt meg. Ezért most versenyt futunk az idővel, vagyis azért, hogy a közbeszerzések készüljenek el, illetve a különböző engedélyezések is legyenek folyamatban, hogy lehessen ezeket a pénzeket felhasználni. Bízom benne, hogy a pénzeknek nagy részét, sőt, én bízom benne, hogy akár az utolsó leig fel tudják a polgármesterek használni, illetve a megyei tanács is azt a pénzt, amit ma itt szerződések kerültek aláírásra. Több mint 3 millió euró értékben írtunk alá szerződéseket, 3 millió euró, ami ahhoz szükséges, hogy az élet legyen hasonló, vagy akár legyen olyan kényelmes, hogy az itthonmaradást, a megmaradást tudják szolgálni az óvodáink, az iskoláink, az útjaink, a víz- és csatorna rendszereink, és ehhez járul hozzá ez a mai nap is, amelyen külön örvendünk, itt volt korlátilag a miniszter úr a kormány képviseletében, és hát most a polgármesterek, igaz, hogy kampány van, de kampányon párhuzamosan kell dolgozzanak azért, hogy ezt a pénzt tudjuk elkölteni, és a megyében az életnehez tudjunk újabb, kedvező feltételeket biztosítani. A kormány képviseletében jelen volt Korodi Attila környezetvédelmi miniszter, aki elmondta, rengeteg munka van ezeknek a szerződéseknek az aláírása mögött, de az eredmény a helyi önkormányzatok és Hargita megye tanácsa munkáját dicséri, valamint a szakértői csoportok és a döntéshozók együttműködését. A projekteknek életképeseknek kell maradniuk, ebben fog megmutatkozni az eredményesség, fűzte hozzá a miniszter. Minden döntés mögött van egy adott koordináció, ahhoz, hogy lehessen Bukarestben kormányzati oldalon támogatni egy ügyet hátulról, el kell végezni a háttérmunkát. Itt mit jelent Hargita megyében, hogy legtöbb esetben az önkormányzatok egyeztetnek egymás között, mindenki elmondja a prioritásait, az alapján van egy döntés, hogy mit lehet tovább vinni. Ezzel a csomaggal a megyei önkormányzat is bekapcsolódik szerencsére, van, ahol nem, de itt hála Istennek igen, mert szakmailag azért kell segíteni az önkormányzatokat, hogy jól összerakják a dokumentációikat, jól hozzá alakítsák a kiíró pályázó elvárásaihoz, és utána ezt a csomagot bizony szintén politikai is tárgyaljuk, bármennyire is fura, de kell politikailag számot tárgyalni, mert azért vagyunk kormány, hogy pont, hogy az ilyen dolgokat is nagyon komolyan tudjuk képviselni, és akkor a szakminisztériummal egy szakmai, utána meg egy politikai szinten lesz egy tárgyalás, és ott megnézzük azt, hogy pontosan milyen arányban, hogyan lehet ezeket támogatni, abból lehet, hogyha túl nagy az igénylés, akkor egy prioritáslistát állítunk fel, de mivel van egy prioritáslistá már a döntés mögött, már helyi szinten azért nagy vonalban az önkormányzatok egymás között leegyeztették, ezért ott ez a része bizonyos szempontból könnyebb. Ez az ősz annyiban jó, hogy tényleg a Fejlesztési Minisztériumban beruházásokra nagyon komoly pénzösszegek vannak elkülönítve, és ezen belül talán egy picivel most könnyebb tárgyalni, mert kevés az, ami kimarad. De ami kimarad, az nekünk sokkal jobban fáj sokszor, mert mindenik egy-egy településen ugyanolyan fontos, mint amelyik más településen már megkapta a támogatást. Úgyhogy remélem, hogy még ősszel lesznek aláírt szerződések, és valamiféleképpen ez folytatódik, nem csak a szerződések aláírása, hanem elkezdődnek a munkák, a kivitelezések. És utána megint lesz szerepünk a kormányban, mert általában a bürokrácia be szokott ragadni, és akkor nekünk van egy ilyen szerepünk, hogy ezt a bürokráciát folyamatosan fellazítsuk, és az elszámolások menjenek gördülékenyen. Nem hogy a törvényt átlépni, hanem hogy időben olvassák azokat az elszámolásokat, azokat a kéréseket, amelyekkel nem csak a Hargita megyei önkormányzatok, hanem összességében az egész országból folyamatosan bombázzák az illető minisztériumot, és abban a prioritáslistában megfelelő helyen legyünk mi.
Udvarhelyszéken 80 ezer lejt kapott Etét község az etédi és a küsmődi vízhálózat fejlesztésére, Szent Ábrahám község 300 ezer lejt a gagyi és a kismedesséri vízhálózat munkálataira. Székelykeresztúron a Bem József, a Búza és az Ady Endre utcák javítására 400 ezer lejt kapott, ugyanennyit Oroszhegy a csatornázás bővítésére, és ugyancsak 400 ezer lejt a Székely-Szentkirályi napközi otthon javításaira. Farkas laka útjavításra 400 ezer lejt, a vízhálózat bővítésére 600 ezer lejt kapott. Nagy Galambfalván a csatornahálózatot bővítik 150 ezer lejből, illetve 300 ezer lej kiegészítést kaptak három palló újraépítésére a Nagypatakon. Román András falva Nagy Solymos, Kis Solymos és Hidegkút vízhálózatának munkálataira 200 ezer lejt kapott a község. Új Székelyen, Székely-Szent Erzsébeten és Alsó-Boldogfalván is 200 ezer lejt fordítanak a vízhálózatra, a község falvainak csatornázására szintén 200 ezer lejt. Siminfalván és Rugonfalván is a vízhálózatot korszerűsítik, erre ezúttal 50 ezer lejt kapott a község. Zetelaka további összeget 400 ezer lejt fordíthat útjavításra, Székelyudvarhely pedig a Kipikopi napközi otthon építkezési munkálataira ezúttal 500 ezer lejt kapott. Parajdnak a csatornahálózat bővítésére 400 ezer lejt irányoztak elő. Mári falvának az országútmenti járdák kialakítására, illetve kijáratai elkészítésére 320 ezer lejt utaltak ki. Szentegyházának a járda megerősítésére a múzeum és a Fensík utcában 320 ezer lejt irányoztak elő. Az utak aszfaltozására a Farkaslaki utcáknál 400 ezer lej leszerződve. Természetesen igen, munkálatok folyamatosan mennek az előző szerződés kapcsán, és ezt folytatjuk most már folyamatosan, úgyhogy nagyon reméljük, hogyha az idő is elünk van, akkor természetesen ezt sikerül megvalósítani. Nagyjából 636 ezer lejt kaptunk három részletben, és a út modernizálásra, aszfaltozásra költjük, és be tudjuk fejezni. A falvak modernizálását célzó alprogram keretében Gyergyó térségében Ditró ivóvíz és szennyvíz csatornahálózatának bővítésére 840 ezer lejt, a napközi otthoni elkészítésére pedig még 250 ezer lejt költhet. Galócáson a DC-72-es számú községi út helyreállítására 400 ezer lejt, a Dumitru-Gávton általános iskola szigetelésére 37 ezer lejt utalnak. Napközi otthon és közösségi ház építésére Gyergyó remete összesen 1 900 ezer lejt kapott. A Borszéki Művelődés Otthon felújítására és bővítésére 272.350 lejt utalnak ki. Csutakfalva, tehát Remetének a nyugati oldalán van ez a falu rész, nem önálló falu, hanem egy utca, vagy egy falu rész. Ott épül egy közösségi házunk óvoda központtal, 90 gyermeknek, az alsó szint az egy közösségi ház. Itt mostanáig teljesen önerőből csinálta a község, 50%-ánál tartunk az elmúlt két évben, amit megvalósítottunk építkezésre. Ez a 2.333.908 lej, ez elég lesz a teljes befejezésre és a felszereléseknek a beszerzésére, tehát ami a dotára fejezet, az minden. El fogjuk tudni költeni év végéig. Barti Tihamira megyei tanács alelnöke kifejtette, ha bár az év utolsó hónapjaiban vagyunk, reméli, hogy a polgármesterek el tudják költeni a rendelkezésükre álló összegeket. A kormánypénzek sikeres lehívása annak köszönhető, hogy rengeteg elindított projekt van Hargita megyében, mondta az alelnök, és reményét fejezte ki, hogy a modernizálási munkálatok a jövőben is folytatódnak. A mostani szerződések összértéke közel 3 millió euró, és továbbiak elindítása van folyamatban 2 millió euró értékben. A dokumentumok néhány új beruházáson kívül már megkezdett munkálatok befejezésére irányulnak.